Sziasztok, Robin vagyok, és képzeljétek el, hogy megérkezett a következő legendás buszok a múltból, 61. száma, és a busz típusa pedig Osinobusz. Na hívják, ez egy ilyen kis mikrobusz-szerű. Nem is láttam még ilyet, de jól néz ki. Úgyhogy lássuk is. Először ezt így kivesszük, meg ezt így. Kicsit késed, de nem volt gond. Na nézzük. Ugye, közötte volt egy ilyen kartonlap, és itt van maga a kiadvány. Úgyhogy lássunk is neki, úgy megnézzük, benézzünk, mégis milyen. Így néz ki. Érdekes. És itt van egy ilyen poszter róla. Jól néz ki. Még ilyet nem is láttam, úgyhogy ez érdekes. Ja, de ilyen hasonlót már láttam. Ilyen szerelőkocsinak. És itt van ugye a műszaki adatok, és akkor kaptam még egy meglepetést, mert ugye két számot kapok. Én ugye előfizető lettem, és kaptam egy ajándékot, amit most itt be is mutatok. Kaptam egy pólót, méghozzá nem is akármilyen pólót, nézzétek meg. Rajta van Icarus 556-os. Nagyon menő. Majd ezt fel fogom próbálni, most így nem szedném most itt szét. De ez volt így a meglepetés a csomagban, úgyhogy nagyon örültem neki. Ezt így, hogy is, aha, így fogom. Hú, de jól néz ki, sőt, hogy teljesen látszódjon. És akkor nézzük meg magát. Hoppá, hát ez elcsúszott. Nem lehet. Nem mi. Szerintem most jó. Jó van. Na nézzük. Jaj. Na, végre. Akkor meg is nézzük, hogy mi van benne. Aha. Ilyen teljes védő van rajta. És itt van ez a kicsike. Ez egy kicsi picurka. Nem is olyan nagy. És akkor nézzétek csak. Íme. Az eleje, itt az oldala, jóval könnyebb. Nagyon jól néz ki, itt van az ajtó. Itt van maga a hátsó része, és oda van írva a neve is. Meg ide. És ez a másik oldala. És itt van maga a tető része. Na, fókusz. Ahogyni. És ugye ez lenne az alja. És oda van írva, hogy Star Osinobusz, vagy Bass, 1/72-es méret. Ilyen kis aranyos, nézzétek, ilyen kis picurka. És nézzük meg, megy ez. És nagyon jó ez, imádom. Egyből majd fogom hordani, úgyhogy lehet, hogy majd látni fogjátok rajtam. Valamikor, nem tudom mikor, de valamikor. Na nézzük meg,
hogy mi lesz a következő szám, ugye a 62-es szám. Mi? Icarus 250-es. Ilyen nem mentem ám gyerekkoromban. 1980-as. Nagyszerű. Jól néz ki. Tetszik. Még a színe is. Az a fehér kék. Nagyon jó. Úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a bemutató videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!